Elérkeztünk ide a következő állomásunkhoz, ami nem más, mint egy triál világbajnokság, ami most kerül először megrendezése itt Budapestre. Az előbb beszéltünk Talmácsi Gáborral, akit megpróbálok elcsípni. Talmát nem hiszem, hogy be kell nektek mutatni, ha be kell, akkor nagy a baj, mert én sírtam az ő futamaira. Ő Magyarország egyetlen egy MotoGP világbajnoka, közelében nem volt még senki, és itt van a versenyen, itt van a világbajnokságon, segített a szervezésbe, és remélem, hogy el tudjuk csípni, tudunk vele egy kicsit beszélgetni. Minden egyes versenyző mellett van egy segítő. De látjátok, ott van, most ugranak oda, most leesett az egyik versenyző. Reméljük a versenyen lesz egy pár ilyen nem nagy esélyes, de azért egy kis eltörnyő felepén. És ott van a segítő, aki végignézi azt, hogy mi az, amit jól csinál rosszul, segít neki, mondja neki, hogy mi az, amit kell. Ott van kis kullas, kis innivaló, ez az amaz, illetve nézi folyamatosan a guminak a nyomását. És megvan! A második szekció legkiválóbb! Gyertek, nézzetek ide! Talmácsi Gábor, a motorozás istene. Gyerekek, hát hogy lehetne egy világbajnokságot csinálni úgy, hogy nincs itt a saját világbajnokunk, egy magyar, Talmácsi Gábor, a MotoGP világbajnoka. Talma. Köszönöm, nagyon jó esik, amiket mondasz. Ne ügyeskedj, hát én köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy beszélsz, és hogy a nézőink egy kicsit tudnak veled beszélgetni, illetve bemutatunk téged. Mit kell tudni erről a versenyről? Légy szíves, egy pár szóban mondd el, hogy hogy jött, miképpen van, ugye még soha nem volt, ha jól tudom, triál világbajnokság Magyarországon. Kurva jó lett volna, ha te világbajnokságod van itt, tehát szerintem a magyaroknak az lett volna a legszuperabb, meg neked is. Sajnos az nem jöhetett most már létre, illetve nincsen. De mit kell erről tudni, hogy itt mi lesz? Jó. Hát az X-Trial az a motorsportnak egy szakága. Igen. Ugye nagyban eltér a többi szakáktól, mivel itt nem a leggyorsabb sebesség, a legnagyobb kanyarsebesség a fontos, hogy a motocrossban, az enduro vagy a gyorsaságiban, hanem ez egy ügyességi motorverseny. Igen. Óriási kihívásokkal lehet látni az akadálypályát, tehát én az egyikkel sem tudnék átmenni. Pont azt mondtam a nézőknek, hogy gyalog nem tudnék végigmenni, nem hogy motorra. Igen. De azért ezek a motorok speciálisak, tehát úgy vannak megépítve, hogy képesek a motorok megugrani ezeket az akadályokat. Mikor az túlzás, hogy egyiken sem tudnék átmenni, mert talán 15-20 éve próbáltam így gyerekként a triál motort, és volt egy kis roncs autó, aminek nem volt a kerekei, tehát le volt ültetve. Talán egy roncs Skoda, és azon így átmentem, és simán átment a rajta a motor. Aha. De nem ez a kihívás. Az a kihívás, amit itt láthatunk, az a kihívás, hogy másodperceken keresztül meg tudnak állni első keréken, hátsó keréken, és hihetetlen ez a szakág. Igazából ez egy ügyességi motorverseny, és egy show. Igen. Tehát az, hogy ez Budapestre érkezhetett, ez egy világbajnokság és ez egy motoros dolog. Aha. Nem kérdés, hogy elvállaltam ennek a nagyköveti szerepét, és hát ugye segítettem a kommunikációban, egy pár szervezésben, és nagyon örülök ennek a felkérésnek. Igen. Tehát akkor, hogy ezt jól értem, akkor egy kicsit abban más a te sportágaddal kapcsolatban, ugye, hogy te kurva gyorsan mentél, kurvára tudtad a kanyart bevenni, iszonyatosan féktávon mentél, ugye én is motoroztam, igaz, csak ugye amatőr szinten, de mentem. Itt meg iszonyatosan kell, ugye az egyensúly érzék. Az, ami nagyon fontos, mert ugye azért ezeken hátsó keréken, első keréken fönnállni, én azért azt gondolom, gyerekek, azért az egy nagyon komoly. Figyelj, én ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy nagyon nehéz lassan motorozni, meg gyorsan. Hát gyorsan. Aha. Ugye nagyon nehéz lassan, meg gyorsan. Itt lassan kell motorozni, sőt egyensúlyozni kell. De valahol azt szoktuk mondani, hogy ez a motorozásnak egy alapja. Mert ugye az egyensúly érzék, a térlátás, a fékgáz kapcsolat, tehát minden itt kezdődik, már nem azt mondom a profi triálban, hanem maga a triálozás alapjával. Így maga a motorozás alapjait mi is a saját iskolánkon keresztül, ugye a Talmácsi Ringen és a mobil parkunkon, amivel ugye éves szinten több ezer gyereket megtanítunk az alapokra, itt kezdődik. Talmát majd megkérjük, hadd menjünk egyet majd forgatni oda, bemutatjuk nektek a Talmácsi Ringet, reméljük, hogy eljöttünk. Szeretettel várunk. És én azt gondolom, hogy onnan fognám meg ezt a témát, hogy jól mondtad, hogy nekem nem volt alkalmam világszinten itthon megmutatni a tudásomat, hogy a brünói nagydíj volt oda lett, az, oda ami, ahol 40 ezer magyar kijött. Igen. És nem mondom, hogy egy kárpótlás, de minden, ami motorsport, röviállok, és olyan szívesen segítem, mint ezt a rendezvényt is. Igen. Talma, köszönjük szépen, nézők névébe is. Jó szórakozást. Nagy királyság, köszi. Sziasztok. We'll be right back.
van, a 8 darab akadály, 6 perc alatt kell teljesíteni. Hát van egy időlimit, és pontozzák is. A pontozás az a lábletétel, illetve, hogyha leér a motornak az alja, tehát csak vagy első keréken, vagy hátsó keréken lehet, az teljesen mindegy, hogy meddig. A motor alja a lábtartó, vagy pedig a lábad, hogyha leér, azért hibapontot kapsz. Ha egy akadálynál megvan az öt hibapontod, akkor azt az akadályt buktad, mert ez a következő. Na, elindult a döntő, most ketten vannak benn, úgy kell teljesíteniük a pályát, hogy most oda is, és vissza is kell menniük. Úgyhogy most jön az egyik világbajnok, nézzétek! Nem hajlunk! Már a kirek! Abban a fogosságban nem sok mindent hallani, úgyhogy szerencsét a világon véget a neki. Nem sikerült ezt a versenyen sajnos hiába hallott üzvétlenül. Végül 20 kérdőszakadályon, igen! Ráadásul egy ilyen. Na gyerekek, mai napnak is vége lett. Fergeteges nap volt. Én azt gondolom, hogy ahogy ígértem is, amit mondtam nektek, hogy nagyon nagy eseménydús vlogok lesznek, én azt gondolom, hogy ez a triál életemben először láttam, mint ahogy sokatok szerintem, mert ugye Magyarországon most volt először ráadásul egy ilyen komoly rendezvény, ahogy Talma is mondta. Nekem nagyon-nagyon meggyőzött, nagyon-nagyon tetszett, iszonyatosan élmény azt látni, hogy tényleg ezeken a helyeken, ami itt mögöttem van, ugye most már pakolnak, már vége a versenynek, hogy ezeken a eszközökön, ezeken a beton készítményeken hogyan mennek, amikor gyalog nem tudnál elmenni, és motorral megcsinálják. Eszméletlen. Tehát, hogy itt lennétek, és azt látod, nem tud elhinni. Jövőre gyertek el mindenféleképpen, én azt gondolom, hogy tök jó. Megpróbáljuk megszervezni majd azt, hogy valahogy közösen vagy együtt eljöjjünk, és itt legyünk egy kicsit. Le is kapcsolták a világítást, úgyhogy szevasztok!